A vizuális kommunikáció ma már teljes mértékben jelen van az emberek hétköznapjaiban, munkájában, életében. Ezért döntött úgy a Tolna megyei szakképzési centrum Apáczai Csere János Technikum és Kollégium, hogy szükség van olyan szakemberekre, akik professzionális szinten űzik és alkalmazzák a vizuális kommunikáció eszközeit. A 2021-22-es tanévtől a Tolna megyében elsőként itt az Apáczai Csere János Technikum és Kollégiumban meghirdetjük a mozgókép és animáció szakot. Ez a kreatív ágazathoz tartozó szak, amihez nagy reményeket fűzünk. Ez egy 2 éves érettségére épülő szakmai képzés, technikumi képzés lesz, hogy egy olyan kreatív alkotó csapatot formáljunk ebből az osztályból, akik képesek lesznek kooperációra, együtt dolgozásra, alkotó folyamatokban együtt jelen lenni, és ehhez minden szakmai, technikai és személyfeltételt biztosítunk számukra. A mozgókép és animáció készítő technikumi osztályban tanulók a képzés során alapszinten elsajátítják a digitális képalkotás, képrögzítés és a képszerkesztés, képfeldolgozás fortéjait. Megtanulják a szakmához tartozó szoftverek és alkalmazások használatát. A képzést elvégzők aztán majd sikeresen helyezkedhetnek el a mozgókép és az animáció készítés bármely területén részese lehetnek majd egy alkotó csapatnak, teamnek, de egyéni fejlesztési munkákat is végezhetnek, illetve az utómunkálatokban is majd részt vehetnek. Ez nappali rendszerű képzés formájában hirdetjük meg, és ha valaki vidékről szeretne esetleg a képzéshez csatlakozni, annak is lehetősége van a kollégiumi ellátást igényelni, és úgy részt venni a nappali rendszerű képzésünkben. Az első fél év végén a 2 éves képzésben résztvevő diákoknak úgynevezett ágazati alapozóvizsgát kell tenniük. Ennek az ágazati alapvizsgának egy digitális nyomtatvány szerkesztése és elkészítése lesz a feladata, és 2 év végén, 14. végén pedig technikumi vizsgát fognak tenni. Ennek a mester munkája, amit el kell készíteniük, az pedig egy animációs vagy egy párperces kis film elkészítése lesz. Ezt az egész folyamatot nekik végig kell majd dokumentálni, egy verkfilmet is majd a vizsgán be kell mutatni erről a folyamatról. A képzés során a szín elmélettől a tipográfiai ismeretekig, a hagyományos és a modern szerkesztési és nyomtatási technológiáig, pixel és vektorgrafikus ismereteket, programokat is elsajátítják. Tehát egy nagyon széles körű átfogó ismeretet kapnak, amiben belefér természetesen egy kis művészettörténet, belefér viszonylag magas óraszámban szabadkézi rajzolás és a digitális grafikának az elsajátítása is. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy olyan átfogó a vizuális kultúrának, vagy a digitális kultúrának minden szegmensére kiterjedő képzési lehetőséget nyújt, amire azt gondoljuk, hogy a mostani fiatalok, gyerekek már nagyon fogékonyak, rendelkeznek is már bizonyos készségekkel, tehát nem úgy nyúlnak ők egy eszközhöz, vagy egy feladathoz, mint mondjuk az idősebb korosztály. Tehát nekik, ő hozzájuk közel áll, van rá érzékenységük, és a nem titkolt vágyunk és célunk az is, hogy pont ezekkel a kisfilmekkel, animációkkal olyan témákat és problémákat közelítsünk meg, és dolgozzunk majd fel velük együtt, amik például a társadalmi problémákra, szociális problémákra, akár az oktatással kapcsolatos problémákra majd reflektál. Tehát ez nem csak egy gyakorlatias készség, hanem egy szemléletformáló, egy nagyon komplex tudást adó képzés lehet.